Sziasztok, Bertém vagyok, és üdvözlök mindenkit egy újabb VR highlightban. Hát ez egy erősen érdekes weekendig volt. Elég érdekes játékos, hogy elsőre. Amit mindenkiről tudni kell, hogy mindenkinek 2 csillagos végfutja van a csapatban, miközben összerakom, hogy hogy nézett ki a csapat in-game, mondom a szabályokat. Hát szeretek szenvedni, ebből a weekendigből azt tudtam meg. És annyi a cél, hogy csak a 2 csillagos végfutjukon rúghatok gólt, hogyha esetleg a rendes lábukon rúgnék gólt, például ugyanúgy Sané-nak, vagy Rivaldo-nak a bal lábán, vagy Adamának például a jobb lábán, akkor utána muszáj egy öngolt rúgnom. Ingi mindent ki, 4-4-1-1, Rivaldo és Sané volt középen, és hát nézzük, mit tudtam összehozni a fiúkkal. Na, első csapat, egy elég alap csapat igazából játéknak ebben a szakaszára. És már próbálunk is támadni, Szilva viszi Sané, gondolkozok, hogy csak a jobb lábán lőhetek. Egész tűrhető volt Sanének a végfutja egyébként a hétvégén. És ezt sokat fogjátok látni a hétvégén, Adamát Traoréval törünk be szöglet, megcsináljuk a helyet, bal lábbal. Adamát Traoré végfutta, az Ice verziót használtam, kellett jobb shooting, viszont tragikus volt a Rivaldo. Nem tudtam, hogy melyik lábbal dughatom rá, nem dughatom rá, mert egyszerűen bal lábán vagyunk. Szóval Adamának a Fire verzió jobb szerintem a passzolás miatt, néha tragikus volt a passzolás, de kellett a plusz shooting végfutta, és közben az ellenfelünk kiegyenlít cél héttel, szomorú. Adamával keressük Sanét, Sanének megvan, tovább Rivaldo, de bal lábban vagyunk, jobb láb, leblokkolják. Annyira frusztrál volt, hogy sokszor nem dughattam rá egyből, hiába voltam jó helyzetben, mert először át kellett takni végfutta, de Sané megoldja, kilövi a finyót. Mi mondtam, a bal lábban nagyon jó, Szilva keresi Rivaldot, megtaláljuk, Rivaldo. Pedig még mozgatta is a kapus, de még így se tudta bedugni. Szegénykémnek a végfutja inkább 1-es vagy 0-as. Közben ellenfelünk támad, Son, próbáljuk lefedni, visszapattam hozzá, még egyszer visszapattam, de jó. Majd Dinata, jó. Mendy, köszönjük szépen, hogy kivédted. És az ellenfelünk nem hagyja abba a támadást, hogy jön, vedd, de Sanchez gyönyörű szerelés, de megint visszapattam. És ebből már gól lett. Hát, oké. Nem be, ezért próbálunk támadni Sanné Adamának. Adama, az igen, át kell tenni bal lábra, és... Adama Traoré kirúgta izomból a finyót. Jól van, fiam, büszke vagyok rád. Következő Icardi, igen, ezt elég súcsabban látjuk, Messi. Tarinson Sanchez szerelés nem marad nála, ez erről szólt a weekendigám igazából. 1-0 vesztést állunk, nem baj, fiúk. Lehet, nem a jó lábukon, de azért megpróbálják. És Szár, hoppá, jó, Kimpembe kicsit elment a boldog. Szár, fiam, bal lábba be kell rúgni. Nem fogja belúgni. Na mindegy. Próbálkozunk tovább. Adama Traoré keresi Sanét. Sané átveszi jobbal. Donnarumma bevédte. Köszönjük szépen Donnarumma. Közben a Traorét megint kiugrasztjuk. Vissza Sanének. Át kell tenni jobb lábra. Higgadtan áttettük jobb lábra. Nehogy véletlenül belúgjuk a jó lábam. És Sané megint. Adama. Adama és Sané volt a kettő hősünk. És Adama. Hát jó. Néha nem dugták be a fiúk. Maradjunk annyiban. Icardi és Davinson Sanchez. Hú, bassz meg, odaadja Howardnak a labdát, na mindegy. És ki is egyenlít. Hát ja, már vezet az ellenfelünk, gyönyörű. Rivaldo tovább Sanének, Sané végfutta. Hát nem tudom, hogyan állunk vesztésre, de nem állunk jól. Sané tovább Adamának, Adama, áttesszük jobb láb. Hát akartam tenni a bal láb, és bedugja jobb lábba. És ilyenkor történik ez, hogy hát muszáj egy öngolt rúgnunk, hiába egyenlítettünk ki. Biztos nem gondoltanak kattannak az ellenfeleim. Mi már csapat alapjának gondoltam, mindegy, 11-es. Ja, 11-es, ezt nem mondtam. Mivel nincsen Wifut, Mendyvel kell rúgnom a 11-eseket, mivel ezt nem dughatom Wifutta. Mendy! Jó. Nem baj, azért még próbálkozunk, viszont az ellenfelünk támad Messi. Köszi Mendy, ez kellett, ha a 11-es nem rúgtad be. Aztán Messi finesset, és 5-3-ra kikaptunk, 1-1-re állunk, hát nem kezdünk erősen. Csak Ginóka, Mané, Sun, jó, mi van itt minden. Vizá, van már lő, de jó, jó, Mendy összehozza. Rivaldo, leforgunk, jobbos, még jó, hogy beleért, bedobás lett volna belőle. És Adama megindul szögletni, mindig úgy beindult, imádtam. Megint kis cselek, ott vagyunk, balos, majdnem. Közben Sané, nézi, Rivaldo. Néha eldurant ez a kétcsagos wifut, igaz, hogy 10-ből egyszer, de akkor kirúgta a finyót.
viszont az agresszív védekezésünk, amit nem kéne ezekkel a középhátvédekkel csinálni, lehet bajunk lesz, de Mendy megmenti a seggünket, köszönjük. Közben Elfin Mané viszi, keresi, ó, kicsit megetetett engem, és a beadás, és Ginola, és... Szeretem a beadásokat ebben a játékban, és már Zaha megint támad, Zaha átemeli, kapufa, jó, nyugodjunk meg inkább erre a kövi fél időben, majd visszahozzuk, és Tibádban kiugrasztja Sané, Sané mozgatta a kapust, és hát így big foot-tal egyszerű volt, mert üres volt a kapu, de még így is féltően fog bemenni, közben Zaha, jó, Mendy védett, köszönöm szépen. Viszont egy labdaladás, és egyből kiugrasztja Salát, és az egy egyszerű gól, nem tudom ott mi történt pontosan. Közben megint Salah próbálja kiugrasztani Ginolát, Vidic gyönyörűen leszveszi a labdát Ginolának. Azután lefordulunk emberünk, és hát igen, az Ginola nem fogja kihagyni. 3-2. És... egyre jobb a baj, chat, 4-2. Egy chat, mint hogyha... Mindegy, még ilyenkor is Steam gondokas vagyok. Sané átemeli. Rivaldo. Tehát itt ezt beszéltük a csettel, hogy ez most góla vagy nem, miközben a kép zseniálissá vált. Bocsánat érte, de mindegy, kikaptunk, az a lényeg. És follow közben 1-2-re állunk, full Bundesliga csapat, ezt a meccset csak megnyerjük. Rivaldo. Jó, mindegy. Szár keresi Sanét, Sané átveszi, ez az be kell rúgni, gyönyörű. Egy-két helyen nem tökéletes a kép, azért, mert amikor próbáltuk 60 FPS-t a hétvégén, kicsit backlash-elt a Steam, és kicsit szarul volt meg a botban. És közben Adama, miért a jobb lábaddal rugod be? Miért a jobb lábaddal rugod be? Ja, Istenem, direkt a bal lába felé húztam. Na. Hát akkor nem vezetünk 2-0, de nem 2-1. Nyugodt, nem tudom miért állítottam meg, mindegy. Jaj, nem baj, próbálkozunk tovább. Sané, lefordulunk szépen. Tiváldó, és Sané végfutta. Ezt még vihettük volna kicsit tovább. Silva, keresi Silva. Ja, jó volt a left stick-je legalább a Silvának, az látszik, és... úgy döntött, hogy inkább elesik. Na mindegy, Tiváldó. Próbálkozunk, jobb. Hát fölé ment volna, de azért köszönjük, kapus kivédte. És Sanét kiugrasztjuk, Sané, meg kell futni. A szabálytalan lett volna, de Sané végfutta, nem hibázik. Sané nagyon jó volt, nagyon élveztem ezt a kártyát. Jaj, viszont Davinson Sanchez-t mennyire utáltam, és beadás, és az... hát ez egy teljesen megérdemelt gól, 3-2. Sané körülsz a Rivaldot, Rivaldo, ott a boldor, lefordulunk, jobbos. Ú, te mellé rúgtam, te atya, úr, Isten. Nem baj, nyertünk. Na, Prime Boot-ra, Best, VR-ra, Vinicius, jó, elég jó csapat. És Silva megkeresi Sané, Sané, lefordul, Sané! Isten volt ez a kártya, egyetlen akinek hasznos volt a vígfutja. És kiugrasztja Rivaldot, akinek haszontalan a vígfutja, de most ugyanez marad. Szár keresi Sanét, Sané vissza Szárnak. Szár, fiam, fut! Meg lesz az első gólod? Be kell rúgni onnan ballal. De ahogy rúgod be ballal. Na mindegy, megy Adamának a labda. Hát a Traoré, szögletnél mondtam, mindig vele indulunk meg. Kis Berba spin, ott a balos. És kapufáról berúgja. Hát a Traoré. Szígyelj. Legjobb. Lehet majd jön a lassan a balszás informja. Viszont itt rosszul védekezünk, Vinicius. Ez egy elég gyenge védekezés volt tőlünk. Na mindegy. Közben Sanét kiugrasztjuk, Sané befordul. Jobbos. Hát itt a 4 csillagos vígfutja lenne. Azért néha kijött, de egy 3 csillagnak simán elmenne a Sané-nak a vígfutja, komolyan mondom. Hogyha lenne egy 4 csillagos vígfut, csomószor ajánlanom a kártyát, mert ami mozgást, a minden másban zseniális volt. Viszont Butta Queno 3-2, úgyhogy még kellene egy gól, szállt. Most már csak berugod, vagy passzolunk, vagy berugod, berugod, most az egyszer. Köszönöm, fiam. 4-2. Viszont ellenfelünk szöglet, mit csinálok, és felállítanak csak, hogy odaadja, és... nagyon védekeztem ezen a hétvégén. Rivaldóval nem baj, megyünk tovább. Rivaldo nézi, keressük Sanét, Adamát beindítjuk. Kis manuálisan Sanét is, nézzük ott a passz, Sané, átveszi. Vissza kell fordulnunk, mert jobb lábbal kell berúgni, és berúgja Sané megint. 3-2, egész jól állunk, Fortnite gang. Ez nagyon hangzik a csapatnév, és megint egy szokásos rész. Adamát Traoré szögletnél, és a balos kapufa. Nem baj, újabb szöglet. Változatosság kedvéért.
most másik irányba megyünk. És Ademával, és Belbaspin befordulunk, megcsináljuk a szöget a balosta. Meg nem mondám, hogy kétségos végfutós a csapat. Közben Cole lövés mendik, gyönyörű védés kellett, viszont Neymarnál marad. Próbáljuk fedezni. De meg ezt nagyon benéztük, és ott tapaszkolnak, és leblokkoljuk. Szerencsére levédekeztük. Tovább Arnold Rivaldónak, Arnoldom ugye a legrosszabb játékos, akit valaha használtam. És Rivaldó megcsinálja, 2-0, gyönyörű. Jaj, ne, hogy maradt az Neymarnál, és... Hát igen, az 11-es, ezt hagyjuk inkább. Mendy, meg kell fogni. Balra rúgja. Nem, jobbra, de legalább kivédtem. Gyönyörű. Közben már távolunk Sané, ott van Adama. Nem passzolunk, hanem inkább kiadjuk. Az úgy sokkal jobb döntés volt. Fortnite gengengnek most nincs esélye. És Szár, tovább Silva, kis mozdulat. Ebbe kell rúgni Silva, de ahogy rúgjuk be, miért rúgnánk be, ugye? Mi futta? Túl könnyű lenne. De nem baj, itt van a fő fegyver, Adama szögre. De most lepasszoljuk Sané-nak. Sané viszi, Sané kis lefstick, borrólok, szépen befordul, és ott a passz, Rivaldo. 5 méterről azért már csak-csak berúgjuk, gyönyörű. És 4-2, jól állunk a csapattal. Csumamenyó, Paqueta, full átlag ment a csapat, és mivel tovább Sané-nak, nyomvéd. És Adama gyönyörű passz Sané-nak, Sané elhúzza, az tízi. Azért, Mendy, be kell rúgni Mendy. Mendy, szépen jobbra, nem megy a kapus. Azaz, fuss el a labda után a kipattanón, ez jó, meg van csinálva a játékban. Na mindegy, Rivaldo. Hát azt berúgta, jó. Messi közben kiugrasz Icardit, köszönöm Mendy, ez szép védés volt. És most mi támadunk? Sané, nézi David Silva, be kell rúgni. De hogy veszed át? Istenem, nem baj, összehozzuk. Sané nézi Rivaldot, Rivaldo beszárnak, szállt tovább Adamának, Adama. Hál' Isten, még a rendes lábaddal se tudod bedugni, nem baj, majd most végfutta, megindul befel Adama, hoppá, megcsinálja a szöget, és megint valahogy kapufa lett, és többször most nem próbálkozik, Szár, megint Adamának, Adama valahogyan lebírkozza Mendit, de mégse, de megszerezzük, és Adama higgadtan befordul, balos, majdnem bedobás, Rivaldo labdát szerez Maestro Kimpembétől, ott valahogy megpróbál befordulni, Belbaspin, letesszük David Silvának, akinél nem dughattuk el a bal lábával, hiába voltunk szögbelövésre, vissza kellett tenni. Igen, ez volt a hétvége sztoria, hogy nem voltak jó pozícióját. Itt is Sané, vissza kell fordulnunk, ott a jobbos. Maestro Kimpen beleblokkolja. És mert kontrázik is az ellenfelünk. És nagyon későn váltottam Davinsonra, és nehogy ezután kapjunk gólt. És ezután gólt kaptunk, és 1-1. Nem, meg szerencsé, hogy nem volt szenvedés ezzel a csapattal. Hú, Messinek közben egy kapáslövés a végén, mi majdnem mi kaptunk ki. A meccs végén pedig végig mi támadtunk, és Adamát Favoréval végigfutunk. Hát túl kell gondolni vele a játékot, Sané. Visszafordulunk a jobb lábára, megint lefordulunk, és megcsinálja. Egyszerűen legjobb. És Sané kiúrasztja Adamát, már presszel a barátunk. Keres, nézzük a bepaszt. Rivaldo. Át kellett tenni a jobb lábára, nem hiszem el. És így még az ellenfelünknek lesz egy lehetősége, Bamba löv, hál' Isten nem adta be Icardinak, szerintem az még talán jó is lett volna neki. Hát utána minyon nem tudom miért nem fogta meg a labdát. A David Silva végfutta a gyönyörű passzát, de már a végfutós passzai nagyon jó voltak a Silvának. Kiúrasztja Sanét, Sané! Gyönyörű! Legjobb csatár. Egyértelmű. Imádtam. Körül csapat, van itt CR7, Pogba, Neymar, Icardi. Elég jó csapat, és Neymar, Mendy megmenti a seggünket egyből az elején. Kis sarkozás Adamával, Sané, keressük a helyet. Hát megpróbáltuk onnan, azért vígfutósokkal lehet nem kéne lövésket csinálni. Rivaldo kiúrasztja Sanét, az a baj, hogy bal lábom mondjuk vissza kell fordulni. Hát Donnarumának nem volt nehéz dolga itt. És Renato CR7-nek CR7-te megtolja. És kiadja. Hát, kicsit megúsztuk. Eddig ezt a meccset. Rivaldo, keressük jobb lábával. Ott van a... Rúgjám ebbe valamit, nem hiszem el. 2,5 expected goal és 0 belőle. Jaj, és ellenfelünk támad. Hosszabbításnál tartottunk itt, és... Igen.
1-0-ra vesztésre állunk. Rivaldok jövő össze, Sunny, Sunny, itt a lehetőség. Sunny, te miért a bal lábaddal rugod el? Miért? Miért csinálod ezt velem? Ez neked miért jó, hogy nem a bal jobb lábaddal egyenlítesz ki? Nem baj, majd még most visszahozhatjuk. Adama, vesz a Sunny-nak. Sunny, jobb lábbal, berugod! De hogy rugod be, miért rugnád be? És... ja, hát... jelenleg így állunk. 5-3. Ez az első fele a Weekend League highlightnak, hát szerintem erősen látszódik, hogy van izzadás bőven ezzel a csapattal. Már második felét is majd az kicsit hosszabb lesz, de egyszerűen annyi minden volt, ami itt csak, hogy megmutassam, hogy a lehetőségekben mennyi misszek vannak, hogy ezt muszáj volt átbeszélni, úgyhogy következő videóban találkozunk, remélem tetszik ez a kihívás nektek, és írjátok rá, hogy milyen kihívást néznétek még meg. Sziasztok!